az aranycsapat futballistájának tiszteletére minden évben megrendezésre kerül a vetélkedő. 12 iskola, 28 tanulója vesz részt a versenyen, és méretteti meg magát 4 témakörben. A 2016-os labdarúgó mérkőzések adataiból állították össze a kérdéseket. A második Buzánszki Jenő sporttörténeti vetélkedőt rendezzük meg a mai napon Dombóváron. Mindig azt szoktam mondani, hogy ő Dombóvár valaha született legismertebb fia. Akárki születik meg itt a későbbiekben Dombóváron, szerintem nem lesz annyira ismert a világban, mint az aranycsapat tagja, a világ egyik legismertebb akkori foci játékosa, és én a Dombóvári Gimnázium igazgatója vagyok, nekem ez külön azért egy szívből jövő vetélkedő szervezés, mert a iskolánkban a 8 osztályos tagozaton Buzánszki Jenő hozzánk járt és nálunk érettségizett. A vetélkedőre meghívást kapott Buzánszki Jenő fia, aki szívesen fogadta a részvételt. Nagy örömére szolgál ez a hagyomány. Nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek Dombóváron, egy ilyen nagyszerű rendezvényen és kezdeményezésen. Ezt, ha jól tudom, akkor nem az első ilyen, hogy édesapám neve által fémjelzett tanulmányi versenyt csinál a gimnázium. Én először vagyok itt, úgyhogy nekem teljesen az újdonság erejével hat ez a megmérettetés. A diákok az ország több helyéről jöttek a versenyre. A legjobb 12 tanuló fejezi be a versenyt, és köztük osztják ki az érmeket. Nagyon szeretem az ilyenfajta vetélkedőket, ez a sporttörténeti téma, ez nekem nagyon tetszik. Ez ugye a második, hogy ez a verseny megrendezésre kerül. Tavaly sikerült második helyet szerezzek. Nagyon szoros verseny, gratulálok, aki tavaly nyert. Most vele kerültem össze az első fordulóban. Remélem, hogy idén is sikerül döntőbe jutni. A rendezvény jó hangulatban zajlott, a gyerekek nagyon felkészültek voltak. Zárásként nagy megtiszteltetés volt, hogy a győztesek érmeit Buzánszki Jenő fia adta át a diákoknak.